A Szőlőszem címmel egy versszínház került megrendezésre Mezőtúron. A Petőfi Sándor verseit bemutató egyszemélyes színház jelenetekkel, színészi gesztusokkal keltette új életre a túlzottan is ismertnek vélt költeményeket. Petőfi mint a fiú, a színész, a katona, a szerelmes kamasz, a férfi, a családfő, az apa és természetesen a lángoló forradalmár mind-mind megjelent az előadás egy órájában. Borozgatánk apámmal, hívott a jó öreg. A kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Turek Miklós előadásában több mint 40 Petőfi verset hallhatott az, aki ellátogatott a Mezőtúron megrendezett versszínházi előadásra. Igyekeztem ebben az előadásban egy olyan Petőfi Sándort megmutatni, aki azon a sztereotípián túl, amit az irodalmi tanulmányainkban róla tanulunk, egy kicsit színesebb. Megpróbáltam megmutatni azt a filozófust, aki 27 éves kora ellenére olyan mélységekben gondolkozott, és olyan hihetetlen sokszínűséggel élte az irodalmi költői létet, amiről úgy gondolom, hogy sokkal kevesebbet tudunk, mint érdemes lenne. Turek Miklós hozzátette, a versek sorrendiségét úgy állította össze, hogy azok egy dramaturgiai folyamattá álljanak össze. A költő versein túl megmutatjuk az élet történéseit, és lényegében az előadásban benne van az élete is. És ennek a dramaturgiai elgondolásnak vetettem alá a verseknek a válogatását. Rengeteg olyan vers maradt ki, ami számomra fontos, és bele kellett volna, hogy kerüljön, de egyszerűen nem lehetett hosszabbra nyújtani, mert van az embereknek is egy befogadó képessége. Turek Miklós elmondta, annak a csaknem általánosan tapasztalható vélekedésnek megdöntésére született ez az előadás, amely Petőfit sablonosnak, ódivatúnak, porosnak és unalmasnak tartja. Amikor az előadást összeállítani kezdtem, első gondolatom az volt, hogy a Világosságot című vers az mindenképpen benne lesz. Mert azt én nem ismertem a főiskolás időszakom előtt, és az a vers egy olyan hihetetlen Hamlet monológ, amit úgy gondolom, hogy mindenképpen tanítani kellene, és elképzelhető, hogy már tanítják, csak az én időszakomban még nem volt tananyag. Petőfi Sándor verseiből és életéből emberséget, történelmet, csibészséget és filozófiát is tanulhat a mai ember.